Egy jó sorozat lényege, hogy behúz. Lehet a sztori bármilyen banális, eladják a jó karakterek, az atmoszféra, meg a dumák. Oh, it's just you, and you are already here. Don't know why I was startled, actually. Meg az a megfoghatatlan dolog, ez az atmoszféra, ami annyira tud hiányozni. Személyes rekordom a Deadwood esetében, hogy elkaszálták valamikor 2006-ban, mert mindenki összevezett mindenkivel, és azóta is hiányzik. To the thunder. Bizonyos filmek szabadabban bánnak az alapjukú szolgálókönyvvel, mások kockáról kockára megcsinálják szinte eredetit. Ettől aztán a film lehet akár jó is, akár rossz is. Teljesen mindegy, az amerikai pszichót például szinte oldalról oldalra megcsinálták, meg volt benne minden fontos jelenet és párbeszéd, és az amerikai pszichó jó. Something wrong? Patrick? You're sweating. Más filmeknél ez nem jön össze. Itt van például a Galaxis úti kalóz, ahol annyira tisztelték az eredeti könyvet, hogy egyenesen maga Douglas Adams írta a forgatókönyvet, és mégis nézhetetlen, hiába a jó színészek, Sam Rockwell, John Malkovich, Zooey Deschanel, valahogy az Istennek sáll össze. Szeretni egy Douglas Adams könyvet vagy a könyvből készült filmet mindig igényel egyfajta kreténséget. Ha nem olvastál vagy láttál semmit a szerzőtől, akkor nagy segítség, ha tudod, hogy már az 1970-es évek elején a Monty Python társulat körül sündörgött, több jelenetet is írt, néha fel is tűnt, például ő írt azt a kiváló jelenetet, ahol az orvos egy vörös keresztes páncélszekrénybe haigálja a hálapénzt, és a recept annyi, hogy a beteg húzzon a fejére egy papírzacskót. Get out! Dirty little man. És hogy milyen a Dirk Gently holisztikus nyomozó irodája? Nyilván a végtelenségi kretén olyan ma már kis és szájbarágosnak ható poénokkal, mint hogy a icipici kis cica néha átváltozik rettenetes cápává, amelyik mondjuk egy hotelszobában három részre harap mindenkit. Két dolgot gyűlölök. Az egyik az amnéziás főhős, ami szerintem nem egy ilyen pszichológiai kórisme, hanem egyszerű dramaturgiai igénytelenség. Jó, a Bourne franchise-t én is szeretem, de attól ez még egy gyökér dolog. A másik dolog, amit gyűlölök, a techno-filozófiai halandzsa, amit időnként szerintem maga a szerző se ért, de a nézők szeretnék elhinni, hogy valaki azért értette, nem véletlenül forgatták le ilyen sok pénzből ezt a filmet, lásd Matrix trilógia. Igazából három dologtól van herótom, a harmadik az, hogyha a sok váratlan fordulattal annyira összekuszálják a cselekményt, hogy a végén nincs más hátra, ki kell találni valami teljesen életidegen baromságot, lásd Bíbor folyók, amikor az volt, már annyira összebonyolították a cselekményt, hogy is jönnek ki belőle? Ja, őrült náci klónozók laknak a hegyi barlangban. Hazudtam, négy dolgot gyűlölök, a negyedik az, ha egy filmben vagy sorozatban csak második vagy harmadik megnézésre lehet megérteni a finom utalásokat. Kedves művészek, a film egy egyszeri megnézésre optimalizált dolog, szerintem így alapértelmezésben a második és harmadik megtekintés legyen már fakultatív. A Dirk Gently-ben mind a négy hibából van egy picike, de a sztori nem lehet annyira szar, hogy el ne vigye a hátán a zseniális Elijah Wood és a többi kiváló színész, akik közül egyiket se láttam még soha. Viszont itt is van egy csomó jó autó, és a szereplők, akik valamit zenélnek, azok tudnak egy kicsit zenélni. Tehát Todd, filmbéli húga, tényleg rendesen dobol, vagy Elijah Wood rendesen gitározik, és szerintem abban az egy jelenetben, ahol Dirk Gently álmában beszáll basszushozni, ott szerintem ő is a rendes hangokat fogja. A főhős, a Hobbit ezúttal egy szerencsétlen londoner, aki különleges betegségben szenvedő húgát pátyolgatja, van aztán a húga, akit pátyolgatnak, és dobos, és egy olyan betegségben szenved, hogy időnként azt képzeli, hogy a keze kigyullad. Van egy keményen bunyózó nyomozó, aki még Todd húgánál is sokkal-sokkal jobb csaj. Van még a szakadt rasta csaj, aki Dirk Gently holisztikus nyomozó
kozmikus ellentét párja, a holisztikus bérgyilkos, akinek minden gyilkosság sikerül és gyakorlatilag sebezhetetlen, és persze maga Dirk Gently, aki annyira irritáló figura, hogy az ember végig annak drukkol, hogy vágják már orba, mert az fáj is, meg vérzik is. A karakterek elég jók, maga a vágás azonban ebben is elég lassú, nem annyira nyögvenyelős, mint mondjuk a Man in the High Castle-ben, tehát ebből nem 15-20 percet vágnék ki részenként, de egy ilyen mínusz 5-10 percet ez is simán elbírna. A Preacher nyilván sokkal jobb, de amíg elkészül a Preacher második évada, elüthetünk egy kis időt a Dirk Gently holisztikus nyomozóirodával is.